Alig több mint egy éve derült ki, hogy az Egyesült Államok korrupciós ügyekre hivatkozva hat köztisztviselőt, köztük Vida Ildikót, a Nemzeti Adó és Vámhivatal akkori elnökét is kitiltotta az országból. A korrupció Magyarországon továbbra is kihívást jelent. Ezt Colin Bell amerikai nagykövet mondta egy tegnapi konferencián. Kifejezetten bírálta azt a törvénymódosítást, amely alapján a jövőben a politikusok rokonai is újraindulhatnak majd közbeszerzéseken. Amerikai vállalatokat nem szabadna olyan helyzetbe hozni, hogy olyan cégek ellen induljanak a pályázatokon, amelyeknek tulajdonosai a döntéshozók rokonai, mondta a nagykövet. Az nem egy bűn és nem bűncselekmény, ha valaki valakinek a rokona. Hát ugye ez egy adottság, ezen nem tud az ember változtatni. Ezt már Mészáros Lőrinc felcsút polgármestere mondta korábban a Népszabadságnak. Ő Magyarország egyik leggazdagabb embere, aki saját bevallása szerint Orbán Viktor barátságának is köszönheti a meggazdagodását, cégei az elmúlt években több milliárd forint közbeszerzést nyertek. A Transparency International jogi igazgatója szerint Magyarország Európa egyik legkorruptabb országa, amelyben az elmúlt öt évben megszaporodtak a mesés meggazdagodások. Szerinte ez nem csak Mészáros Lőrincre, hanem Orbán Viktor vejére, Tiborcz Istvánra is igaz, akinek volt cége, az Elios is szokatlanul sikeres volt. És egyébként az Elios nevű cégnek a közvilágítási tenderein, közvilágítási nyerésein is sokan csodálkoztak, egyebek mellett az Európai Bizottság is az annyira elcsodálkozott, hogy még vizsgálatot is indít az ügyben. Tiborcz István ugyancsak egy évig volt az Elios résztulajdonosa, de ez alatt az idő alatt 8 milliárd forint értékben nyertek közbeszerzéseket. A belügyminiszter azt mondja, a kormány célja a korrupció felszámolása. A magyar kormány célkitűzése egyszerű. Magyarországnak a világ korrupcióval legkevésbé fertőzött országai közé kell kerülnie. Szerettük volna az amerikai nagykövet kijelentéséről megkérdezni Lázár János, de a parlamentből továbbra is ki van tiltva az RTL. Így a miniszterelnökséget vezető miniszternek a Népszabadság újságírója tolmácsolta kérdésünket. Lázár Colin Bell kritikáját méltatlannak és igazságtalannak nevezte. Az MSZP szerint éppen azok beszélnek a korrupció elleni küzdelemről, akik asszisztálnak hozzá. Az egész ország látja, hogy mi zajlik. És azért nincsenek következményei ezeknek az ügyeknek, mert a nyomozóhatóságok és a vád emelését felelős hatóságok szemmel láthatóan nem teszik a dolgokat. Holt Péter legfőbb ügyész egyébként azt mondta a konferencián, hogy az ügyészség azért nem vizsgálja ezeket az ügyeket, mert csak tényekkel foglalkoznak, vagdalkozásokkal nem.